Sokan hagyták el Miskolcot ezen a szép napon, hogy a Diósgyőrnek szurkoljanak az ősi rivális Nyíregyháza otthonában. A kiesés ellen küzdő spari szurkolói is nagyon készültek, hiszen a Nyíregyházanak minden pontra szüksége van a bennmaradáshoz, elkélt hát a fanatikusok biztatása. A meccs kezdőrúgását az 50. születésnapját ünneplő Törőcsik András végezte el. Nétel egy Döme barátom meghívott, és nagyon szívesen vállaltam, nagyon szeretem a jó barátok, a Dömével is. És neki szurkolok itt. Az első félidő egyetlen említésre méltó eseménye Sipeki kapufája volt, tapogatóztak a csapatok, és nyoma sem volt a rangadó hangulatnak. Bezzeg a második félidő 5. percében elszabadultak az indulatok. Kenesei Zoltán tört előre, a diósgyőri védők pedig együttes erővel buktatták, 11-eshez jutottak a hazaiak. A büntetőt Laskai végezte el, Kövesfalvi azonban hárított, a kipattanóból Vasas ismételt, 1-0-ra vezetett a spari. A hórihorgas védő szemfülesen reagált, az meg más kérdés, hogy Kövesfalvi hiába hárított bravúrral, ha másodszor egy rosszul eltalált lövéssel sem tudott megbirkózni. Az 55. percben nem gól, hanem verekedés borzolta a kedélyeket, több durva belépőt, sőt dulakodást is láthattak az amúgy is felhebült nézők, Bede játékvezetőnek és segítőjének nem volt könnyű dolguk. Főleg akkor nem, mikor az 58. percben a diósgyőri Máté Péter egy jól irányzott mozdulattal földre küldte Bardit, és mivel Máté Péter ezúttal nem dalban mondta el véleményét, a játékvezető kiállította a vendégek védőjét. 10 emberrel folytatta tehát a diósgyőr, és hamarosan a helyzet tovább romlott. Vasas ugyanis közvetlenül a kiállítás után óriási gólt lőtt szabadrúgásból, majd egy csodálatos nyíregyházi csürdöngölőt is bemutatott. 2-0 és emberhátrány, ekkor úgy tűnt, a találkozó eldőlt. Vasas lövése csodálatos, Kövesfalvi megmozdulni sem tudott. A 70. percben azonban éledeztek a miskolci remények, egy kósza indításból ugyanis Tisza Tibor szépített, a diósgyőriek gólzsákja tehát ismét betalált, ebben a bajnokságban már 10-szer. A bekapott gól ellenére a Nyíregyháza nem omlott össze, sőt, sorozatosan támadta Kövesfalvi kapuját. Ám hiába dolgoztak ki nagyobbnál nagyobb zicsereket a hazai támadók, mindet elpuskázták, és ez bizony rossz előjel a futballban. Ha ezt Nikolics belőtte volna, akkor minden eldől. A 90. percben azonban egy szöglet után Gáspár fejelt német kapujára, a hálóőr bravúrral hárított ugyan, de a cserekén beállt Siminik egalizált. 2-2, a 10 emberrel játszó DVTK kiegyenlített. Hiába a nyíregyházai az egyik legmagasabb védelem, ezúttal ők a ludasak. Gáspár mindenkit lefejelt, Siminiknek pedig már nem volt nehéz dolga. Padlóra került a Nyíregyháza, na meg egy diósgyőri szurkoló, a végén mégis ő és társai örülhetett, csapata végül megszerezte a döntetlent, figyelembe véve az emberhátrányt, ez jelentős bravúr. Nem, nehéz mit mondani, kezünkbe volt a mérkőzés, elveszítettünk 2 pontot. Szerencsére a játékosaimban ismét volt annyi erő, hogy talpra álltak, és egy nagyon nagyszerű bravúrt hajtottak végre, és úgy gondolom, hogy teljesen megérdemeltem, vittük el végül is 1 pontot. Ezzel nem értem el semmit, hogy 2 gólt rúgtam. Bár ne rúgtam volna egyet, csak nyertünk volna valahogy 1-0-ra. A mérkőzés azonban döntetlen lett, és ez bizony nagyon sokba kerülhet a Nyíregyházának.